1996-ban, immáron 26 éve alakították meg a bátaszéki árva gyermekekért közalapítványt, aminek a célja azóta is az, hogy segítsék azokat a kiskorúakat, családokat, ahol az egyik, vagy még rosszabb esetben mindkét szülő meghalt. Sajnos több ilyen is van a városban. 2020. augusztusától töltöm be ezt a posztot, úgyhogy az évben már a pályázati kiírást és az elbírálást azt már én csináltam. Hárman vagyunk az alapítványban, én vagyok az elnök, és van még két tag. Van egy pályázat, amit minden évben kiírnak. Itt a gyerekeknek ez egy felhívás, ugye, mert az alapítvány egyszeri segélyt nyújt minden évben. A közép- és felsőoktatási intézményekben tanuló diákoktól várom elsősorban, hogy adják be a pályázatukat, akár tankönyvek, vizsgadíjak, kollégiumi vagy lakhatási támogatást lehet ugye igényelni a pályázatban. A pályázatban a gyerekeknek a nevét, lakcímét, az intézmény nevét, lakcímét kellene feltüntetni, és az indokot, valamint iskolalátogatási igazolást a tanintézményből. Ezt szoktam kérni, és szeptember 30 a határidő, amit ki szoktunk írni, és várom a jelentkezőket. 2020-ban pontos adatot is tudok mondani, olyan 440 ezer forint volt az SZIA-ból az alapítványnak a bevétele, és közel 50 ezer volt a magánszemélyeknek az adománya. Abban az évben 5 gyermek adott be pályázatot, és meg is feleltek a pályázati kiírásnak, úgyhogy meg is kapták ők mindezőten a pénzt. 2021-ben az SZIA bevételünk az igencsak megemelkedett, közel 785 ezer forint jött be az 1%-ból, aminek nagyon örültem, mert ilyen magas összeg még egyik évben sem volt, és nagyon sok adományt is kaptunk abban az évben. Egy helyi vállalkozótól 500 ezer forintot kaptunk, akkor pályáztam az önkormányzatnál működési költségre, az önkormányzattól is kaptunk 70 ezer forintot, magánszemélyektől is kaptunk abban az évben adományt. Ezen kívül a település több pontján található fáradt olajgyűjtőkbe elhelyezett zsiradék után is támogatást kap az alapítvány. 25 forintot kapunk kilónként minden hónapban, vagy két havonta, hogy összejön ugye a gyűjtőládában a fáradt olaj, úgyhogy onnan is elég jól szép kis összeget kaptunk a tavalyi évben. Úgyhogy így az adományokból, támogatásokból is 653 ezer forint jött össze a 21-es évben, úgyhogy tavalyi évben 6 diák adott be pályázatot, mind a 6-an megfeleltek a pályázati kiírásnak, és nagyon örültem, hogy ilyen magas összeget tudtunk szétosztani a gyerekek között. Adrien hozzátette, reméli, hogy idén is magas lesz a kiosztható összeg. Hogy mennyi bevételük lesz az 1%-os felajánlásokból, az még ebben a hónapban kiderül, de továbbra is várják a magánszemélyek felajánlásait. Ugye mivel tavaly évben elég nagy összeget, magas összeget tudtunk kiosztani a gyerekeknek, és megható volt azt látni, amikor ugye a pénzt megkapták borítékban a határozattal együtt, hogy nem számítottak ilyen nagy összegre, és volt olyan, aki elpityeredett. Szóval ez olyan jó érzés, tehát, hogy így, hogy nem várták, hogy ekkora magas összeget kap az a kisgyerek, és hogy ez nekik, szülőknek is, meg a gyerekeknek is, hogy ez mennyit jelent egy nagyobb összeget, hogy évvégén megkapnak, hogy akár egy nyelvvizsgát befizetnek, vagy több havi kollégiumi, vagy lakhatási költséget ugye ebből tudnak finanszírozni. Nagyon jó érzés volt. Az alapítvány a beérkezett támogatások legnagyobb hányadát kiosztja, segítve ezzel a bátaszéki árva és félárva gyerekek boldogulását. A pályázatot tehát szeptember 30-áig várja a közalapítvány.